Gyerekek és felnőttek várták nagy izgalommal az izraeli nagykövet látogatását a zsinagógába. Josef Amrani egy korábbi meghívást fogadott most el. Idén Lágbaumerkor Kecskeméten vendégeskedett a hitközség, ahol megtisztelte a kecskeméti rendezvényt a nagykövet úr is, és akkor érkezett a részünkről egy meghívás felé, hogy legyen ön kedves, és tisztelje meg idén a gyerektáborunkat is. Leginkább most nem is a kiskunhalasi zsidó hitközséget szeretnénk előtérbe helyezni, hanem a gyerekekre szeretnénk a hangsúlyt felhívni, és rájuk szeretnénk fókuszálni, ahogy az minden gyerektáborkor egyébként ugye lenni is szokott, hiszen nagyon szeretnénk azt, hogyha azok a gyerekek, akik a Madrid képzésen részt vettek, a Madrid képzés az azt jelenti, hogy ifjúsági segítők, kis tanárok tulajdonképpen, hogy az ő képzésüknek a lezárása egy izraeli út legyen esetleg. Úgyhogy most ezért megy a beszélgetés és az invitálás leginkább. A nagykövet beszélgetett a gyerekekkel, az őt fogadó felnőttekkel, mindenkihez volt egy kedves szava, egy mosolya, egy bátorító mondata. I was invited and I'm very happy to be here with so many young people. Örülök a meghívásnak és annak, hogy ennyi fiatal között lehetek. Láthatom a magyar zsidóság következő generációját, ez megható számomra. Ez az első látogatásom a városban, a Csipke Múzeumban jártam. Elképesztő az a munka, amit ott láttam. Ez az igazi művészet. Most láthatom a zsinagógát, amely a kormánynak köszönhetően megújul. Gyönyörű a zsinagóga, történelmi épület. Szerencsére a világháborúban sem rombolták le. Ez a zsinagóga szimbóluma a zsidóság életének, mindennapjainak, tevékenységének. Az izraeli nagykövet nem sietett vissza a fővárosba, jól érezte magát nálunk Halason. Reméljük, lesz folytatása ennek a nem hivatalos látogatásnak.